lebuktattuk az offshore hátterű követeléskezelő cégeket. A végrehajtó maffia megbuktatása után pedig itt a bizonyíték, hogy miként vándorol a kisemmizett magyar emberek pénzre az offshore hátterű cégekhez. A Mi Hazánk mozgalom már jó ideje felhívta arra a figyelmet, hogy a követeléskezelő cégek hiéna módjára zsákmányolják ki a kisemmizett magyar embereket, és teszik mindezt úgy, hogy a tevékenységüket egyetlen egy törvény sem szabályozza. Kutatásaink alapján az SV, a Finansz ZRT-nek folytak be rendszeresen letiltásokból, megállapodásokból, követelésekből ugye az adósok jövedelme. Ennek a cégnek a bejegyzése körül is voltak kétséges elemek, miszerint az MNB hamarabb bejegyezte és vette nyilvántartásba a követeléskezelő céget, mint a cégbíróság maga. Megvizsgálva ennek az előbb említett cégnek a tulajdonosi hátterét, szembe jön a kérdés, hogy mit keres a tulajdonosok között egy holland Antillákon bejegyzett offshore cég. Sem az MNB, sem a kormány nem tett semmit az offshore cégek ellen, hogy ilyen módon vigyék ki a bevételüket a kisemmizett adósoktól. Eddig egyetlen kormány sem tett annak érdekében, hogy megfékezze, hogy az adósok letiltott munkabérének egy része is, vagy akár az egésze ellenőrizhetetlen hátterű offshore cégekhez vándorolhasson. Az már csak tetőzi a problémát, hogy ez a követeléskezelő potom összegért jutott a követelésekhez. Egy követeléskezelő csomagról dokumentumot is kaptunk és szereztünk meg, amiben az áll, hogy egy több darabból álló követeléscsomag 500 millió forint értékű volt, és ennek az 1%-a volt a vételára, ami azt jelenti, hogy 5 millió forintért vásárolták meg ezt a csomagot. Aminek véget kell vetni, hogy a magyar embereket ilyen módon kizsigerelik, és a Mi Hazánk mozgalom ennek elejét is fogja venni. Mivel ez az egész történet és a követeléskezelő cégek tevékenysége nem más, mint szabadrablás, és eszköz a magyar emberek kizsigerelésére. Vérlázító, hogy ezt követően ez a cég egy köztudattan elévült tartozások behajtására szakosodott követeléskezelőhöz adta át az állományt, mivel a cég felszámolás alá került, és a magas haszon megszerzése és annak offshore kivitele után ez az egész cég megszűnt Magyarországon. Az átvevő pedig nem más, mint az Intrum ZRT, ismertebb, régebb nevén az Intrum Justitia ZRT. Az adósoknak azt tudom javasolni, hogyha az előbb említett vagy más behajtó cégtől kapnak esetleg felszólító levelet, vagy egyenesen a közjegyzőtől kapnak egy borítékot, amiben egy fizetési meghagyás áll, annak mindenféleképpen mondjanak ellent, mert hogyha ezt megteszik, akkor elejét tudják venni az esetleges jogtalan behajtásoknak. És ez a legegyszerűbb módja, hogy még az elején a végrehajtási eljárást megszüntessük. Meg kell állítani a végrehajtáshoz kapcsolódó arcátlan üzletelést. Ezért is követeljük, hogy mielőbb törvényt kell alkotni a követeléskezelőkre, mivel ennek a hiányosságnak a legnagyobb elszenvedői a magyar családok, a követeléskezelő hiének pedig kontrollálhatatlanul kizsákmányolják őket. Ezen kívül követeljük, hogy minden olyan offshore hátterű, külföldön bejegyzett követeléskezelő működési engedélyét mielőbb be kell szüntetni, hogy az emberek kisemmizése ne egy jó üzlet legyen számukra.